Én évek óta ismerem már a céget, több ilyen tervezői napon részt vettem, ürömi eseményeken meghívtak, amik mindig pozitív emlékekkel töltenek el. Ez szerencsére egy ötletpályázat volt, és itt igazából úgy éreztem, hogy a fő fókusz az, hogy hogy lehet olyan ötleteket adni a cégnek, amivel ezt a területet igényesen, optimálisan ki tudja használni. A legnagyobb kihívást talán a pályázat során az jelentette, hogy elsősorban a termékeit kívánja bemutatni. Akinek ilyen nagy portfóliója van, mint a Spátrendnek, az nyilván minél többet. Ugyanakkor fölismerte a Spátrend is helyesen, hogy itt egy dizájnos belső környezetet kellene kialakítani. És ennek a kettőségnek a feloldása volt egy kicsit nehéz, és nyilván erre irányult a fő fókusz a pályázat során, hogy hogy lehet úgy bemutatni a termékeket, hogy ne egy ilyen bemutatóterem hangulat érződjön, hanem legyen egy kis mikrokörnyezet is, vagy akár több is, ahol otthonosan, kellemes körülmények között megismerheti az ügyfél ezeket a termékeket. Én igyekeztem három kisebb optikailag, világítástechnikailag kisebb elemekkel elhatárolt területet létrehozni, mint egy ilyen kis mini terasz, ahol egy olyasmi kép alakulhat ki, ami egy valódi terasznál is létrejöhet, egy medencével, grillsütővel, kerti bútorral, napernyővel, és ezt így egyben tudja majd az ügyfél megnézni, és esetleg ötleteket meríthet belőle. Igazából az a nehéz, hogy ez egy kicsit mostoha terület. Tehát belső építészek, lakberendezők inkább csak a belső téren foglalkoznak, kertészek inkább csak a zöld felülettel foglalkoznak, építészek főleg a tömegképzéssel, külső megjelenéssel foglalkoznak, de nyilván mindegyiknek valahol része a terasz, és hogyha erre odafigyelünk és kellő fókuszba helyezzük, akkor egy igazán élhető otthonos környezetet lehet teremteni. Ilyen részletességgel eddig még én nem ismertem a termék, nyilván általánosságban igen, viszont ez a pályázat is egy lehetőség volt arra, hogy sokkal mélyebben megismerjem ezeket a modelleket, a különböző termékcsaládokat, miknek mik az előnyei, esetleg hátrányai, hol lehet alkalmazni, mennyi hely kell neki. Hozzám leginkább a modern, letisztult formavilág áll közel, és nyilván ez tükröződik a munkáim során is. Talán ez a Jatékebon modell paletta, ez volt az, ami igazából úgy közel állt hozzám. Ez a terület olyan, amivel én ritkán foglalkozom építészként, úgyhogy ez egy nagy kihívás volt ezen a pályázaton indulni, de egy teljesen pozitív, örömteli munka volt, úgyhogy ezt tudnám folytatni később is.